Nagyon köszönöm, és ez nagyon megrendítő így végighallgatni az ember, mennyi dolgozik, de ez jó dolog azért alapvetően. Én nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és nagyon szép ez a hely, úgyhogy ez külön nagyon izgalmas ilyen helyen beszélgetni. Kőszeg az nagyon fontos város, ugye valamennyien, ha másért nem, akkor középiskolai kirándulások során ugye jártunk erre, úgyhogy az nagyon jó, de egyébként ugye azért is nagyon fontos, mert Kőszegről azért az iskolaváros jut az ember eszébe, pedagógia, gyerekfalu, sok minden gyerekekhez kötődő dolog, úgyhogy talán azért is gondolom, hogy érdemes lesz egy kicsit beszélgetnünk azokról a dilemmákról, amelyeket én szeretnék megfogalmazni. Az alapvető gondolat körül, a téma körül az az volt, hogy az elmúlt két évben egy nagy kutatást csináltunk, a Eurochild, amit Izabella említett, ugye ez egy olyan ernyőszervezete az európai, több mint 35 országban dolgozó civil szervezeteknek, akik gyerekvédelemmel, gyerekjóléttel, gyerekszegénységgel, gyerekjogokkal foglalkoznak. Ennek a szervezetnek a keretében nyertünk el egy olyan lehetőséget, az Oak Foundation támogatását, hogy azt kutassuk, hogy a gyerekekbe történő befektetések, azok hogyan térülnek egyéni, családi és össztársadalmi szinten. Magyarán arra gondoltunk, hogy a szokásos gyerekvédelmi, gyerekjogi, gyerekjóléti gondolkodás mellett megpróbáljuk a politikusokat és a döntéshozókat arról meggyőzni, hogy közgazdaságilag is modellezhető az, hogy miért nagyon jó befektetés, ha a gyerekekbe fektetnek be. És hát persze ennek rengeteg ága boga van ennek a témának, amiről beszélni fogok ma. Az részben az, ami engem a legjobban foglalkoztat, hogy mennyire tudjuk, mennyire világos az, hogy kinek mi a dolga, a felelőssége a gyerekek gondozása, nevelése terén, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása az, hogyan valósítható meg. Ugye ebben a dologban azt gondolom elég szélsőségesek az álláspontok. Van egy olyan fajta álláspont, hogy hát mindenki azért felelős, hogy olyan módon hozzon a világra a gyerekeket, hogy azokat fel is tudja nevelni, és hogyha ez nem biztosított, akkor ne hozzon a világra gyereket. Egy másik szélsőséges álláspont az, hogy hát miután az országnak, így Magyarországnak is, egész Európának komoly gondja ugye az, hogy a gyerekszám csökken, ezért, hogyha azt el akarjuk érni, hogy több gyerek szülessen, hát akkor az államnak be kell szállni, és minden módon támogatni a szülőket. Azt gondolom, hogy itt az igazi kérdés az az, hogy az arányok hogyan valósuljanak meg, ki mit tegyen, vagy mit ne tegyen, és hogy hogyan érinti ez a családok támogatása, például a családok integritását, bele lehet-e szólni abba, hogy valaki hogy neveli a gyerekét, vagy nem, mi a szerepe az óvodának, iskolának, mi a szerepe az iskolán kívüli tevékenységeknek, és hogy végeredményben az a gyerek, aki egy családba születik, az kinek a gyereke, ugye nyilvánvalóan a szüleinek a gyereke, de hogyha mindig arról beszélünk, hogy hát a gyerek az, abban érlelődik a jövő, és ugye, hogyha amit ma befektetünk, az a jövő generációkat szolgálja, akkor kérdéses az, hogy ebben kinek mi a dolga. 2000-ben az ENSZ rendezett egy nagy világkonferenciát a gyerekeknek is. Nagyon sok volt a gyerek résztvevő, és ott a gyerekek egy ilyen kiáltványt fogalmaztak meg, aminek az egyik nagyon fontos mondata az az volt, hogy ti mindig azt mondjátok, hogy mi vagyunk a jövő, de mi a jelen is vagyunk. Ami magyarán azt jelentette, hogy az rendben van, hogy befektetünk a jövőbe, de hogyha a gyerekek nem élvezhetik a gyerekkorukat, ha nem lehetnek gyerekek, amíg gyerekek, hanem mindig csak arra fókuszálunk, hogy milyen nagy befektetés ez, és majd milyen jó lesz, amikor már fölnőttek és adót fizetnek, akkor nyilvánvalóan részben elvesszük a gyerekkorukat, máshol hát ugye ez mondjuk azért társadalompolitikailag nem, sőt, hát ugye társadalom lélektanilag sem nagyon szerencsés, mert akkor ugye a gyerek úgy érzi, hogy ő tulajdonképpen csak egy ilyen takarékbetét könyvbe rakják bele a pénzt, minden azért történik, hogy ő aztán majd rendes állampolgár és adófizető legyen. Ez nyilvánvalóan egy elég extrém dolog. Na most a kérdés az az,
hogy ha egy kicsit közelebb megyünk ez, hogy milyen szempontok szerint lehet megvizsgálni ezt az egész problémakört. A logikus gyerekekkel foglalkozóknak, pedagógusoknak, gyerekvédelemmel foglalkozóknak, kutatóknak az az, hogy egy gyerekjogi megközelítést alkalmazunk, erről szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni. A másik lehetőség, amit ebben a kutatáson, amit Childonomics-nak, gyerekgazdaságtannak neveztünk el, hogy hogyan lehet közgazdaságilag modellezni azt, hogy ezek a befektetések, amiknek egy része ugye kvantifikálható, tehát forintosítható, meg tudom mondani, hogy mennyit kell befektetni abba, hogy minden gyerek mondjuk magas színvonalú koragyerekkori ellátásban, bölcsődei, óvodai ellátásban részesüljön, de hogy akkor ennek a másik fele az, hogy viszont ez a pénz akkor hiányozhat, hogyha mondjuk például egy másik fajta ellátásra volna szükség, nagyon magas szükségletű, speciális igényű, mondjuk kiemelkedő tehetséges gyerekek tehetség gondozására. Tehát, hogy az a dilemma közgazdaságilag hogy modellezhető, hogy egy adott mennyiségű pénzzel gazdálkodunk, általában nem nagyon lehet forrásbevonást elérni, sőt az elmúlt évek mindenhol a világban sajnálatos módon forráscsökkenéseket mutattak elsősorban, hogy ugyanazt a mennyiségű pénzt jobban el lehet-e osztani, hatékonyabban föl lehet-e használni, és van ennek a közgazdasági elemzésnek egy nagyon-nagyon komplex része, ez az, hogy a minőségi elemeket, tehát az, hogy milyen minőségű az oktatás, hogy milyen minőségű a szolgáltatás, hogy milyen minőségű az elérhetősége ezeknek, az hogyan tudom számszerűsíteni, tehát hogy tudom lefordítani közgazdasági modellezés céljára. És ebben a gyerekgazdaságtani gondolatkörben kidolgoztunk egy lehetséges koncepciót, amivel az a nagyon nem titkolt cél, hogy ez döntéshozókat, politikusokat próbáljunk arról győzködni, hogy érdemes előre gondolkodni. Tehát amikor mondjuk költségvetés készül, vagy hosszabb távú gazdasági, társadalmi stratégiák készülnek, már ahol készül ilyen, hogy akkor érdemes azt végig gondolni, hogy valójában hogyan kell allokálni azokat a meglévő erőforrásokat, illetve hogy hol kellene feltétlenül újabb erőforrásokat bevonni annak érdekében, hogy a végén, amikor egy gyerek felnőtt, akkor felnőttként ő nem csak örömteli gyerekkor után boldog felnőtt, hanem, ahogy mondani szokták, a társadalom hasznos tagja is lehessen. Erről fogok még beszélni. Most azért ennél a gyerekgazdaságtanos modellezésnél mi is egy kicsit naívak voltunk, amikor ezt elkezdtük részben. Azt gondoltuk, hogy majd egy viszonylag egyszerű képletet fogunk tudni nyújtani, hát ez nem pontosan így történt, tehát minél többet dolgozunk rajta, annál komplikáltabb lesz, de értelmezhető és jó. A másik nagyon érdekes és egyébként nagyon megrendítő tapasztalat az volt, az Oxford Policy Management Group-al, egy nagyon magas presztízsű kutatócsoporttal dolgoztunk a közgazdasági részén ennek, hogy nem találtunk sehol a világban, de legalábbis Európában biztosan nem, olyan közgazdászt, aki gyerekjóléttel, gyerekvédelemmel kapcsolatos számításokat valahogy is végzett volna. Ez megrendítő volt őszintén szólva. Tehát végül is egy nagyon tehetséges és klassz egészségközgazdász volt az, aki együtt gondolkozva velünk, megtanulta a gyerekvédelmi, a gyerekjóléti gondolatokat és az egészségügyi tapasztalatokat, adaptálta, illetve adaptáltuk együtt erre a modellre, és ez egyébként szakmailag is, meg szellemi kihívásként is egy rendkívül szórakoztató gyakorlat volt, mert az egészségügy és a gyerekügy között azért nagyon sok párhuzamot lehet felvetni, ha csak arra az alapvető dologra gondolok, hogy ugye az egészségügyben is mindig az a koncepció, hogy hát a legjobb volna nagyon jó megelőző programokat csinálni, egészségtudatosságra nevelni az embereket, nagyon megerősíteni az alapellátást, tehát hogyha bármi bajunk van, akkor nagyon felkészült, jól felszerelt háziorvos, aki mindenki számára helyben elérhető, és hogyha komolyabb a baj, és ez meghaladja a háziorvos kompetenciáját, akkor ugye szakrendelésre megyünk, és ott lehetőség szerint akár mondjuk egynapos sebészettel megoldható a legtöbb probléma, és kórházba csak akkor kerülünk, és csak nagyon annyira időre, ameddig feltétlenül a beavatkozás megkívánja, de nem a kórházban töltjük a adott esetben egy operációs rehabilitációs időt sem, hanem akkor már hazamegyünk. Most ugye a gyerek
gyerekek ügyében, elsősorban gyerekvédelemben ugyanez a gondolkodási séma az, ami azt gondolom, vagy oktatásban is a legfontosabb volna, hogy megalapozó, megelőző, jó minőségű szolgáltatásokkal ugye elérjük, hogy mire egy gyerek iskolába megy, addigra már felkészült arra minden értelemben, érzelmileg, értelmileg, fizikailag, hogy ő jól érezhesse magát, hogyha speciális szükségletei vannak, akkor az iskola mellett még tudjunk neki nyújtani olyan akár tehetséggondozás, akár fogyatékossággal kapcsolatos, vagy egyéb tanulási nehézséggel, magatartási zavarral kapcsolatosan valamiféle egyéb szakmai, magas speciális szükséglet, speciális szolgáltatást, és csak akkor emeljünk ki egy gyereket a családjából, hogyha már minden megtörtént, és dokumentálhatóan minden megtörtént annak érdekében, hogy ő ugye ne kerüljön ki a családjából vagy a lakókörnyezetéből, ha pedig erre mégis szükség van, akkor ez a lehető legrövidebb ideig terápiás célzattal annak reményében történjen, hogy vagy reintegrálható, vagy adott esetben ugye örökbeadható. Tehát ilyen módon kezdtük el a gondolkodást, és aztán persze finomítottuk, mert hát azért a különbségek azok jelentősek. Nagyon röviden, nem akarom természetesen az ENSZ gyermekjogi egyezményét végig mondani. Izabella ugyan mondta, hogy én dolgoztam, illetve egészben pontosan választott tagja voltam a ENSZ gyermekjogi bizottságnak 8 évig, ez egy végtelen izgalmas dolgot, erre egy külön sok órát lehetne mesélni, ugye, mert ez azt jelentette, hogy ott ültem egy bizottságban, aminek 194 ország ugye jelent 5 évenként ennek a bizottságnak, tehát mindent láttunk abból, hogy a világ országaiban mi történik a gyerekekkel, és hát ez egy meglehetősen tanulságos és izgalmas dolog. Azt gondolom, a legfontosabb tanulság ennek a 8 évnek az én számomra az, hogy nagyon eltérő fejlettségű, nagyon eltérő szisztémájú, nagyon eltérő politikai berendezkedésű országokban is természetesen nagyon másfajta megközelítéseket alkalmaznak, de az alapkérdések a gyerekekkel kapcsolatosan mindenhol ugyanazok. Tehát, hogy abban nincsen nagyon nagy variáció. Az egy másik kérdés, de hát arról most sajnos nem fogunk tudni beszélni, mert most nem a gyerekjogokról fogunk elsősorban beszélni, hogy hogyan lehet ezeket alkalmazni függően attól, hogy az adott országban milyen esélyek és lehetőségek vannak. Ez egy másik beszélgetés témája lenne. Most, ami azonban a gyerekjogi megközelítést illeti, ott ugye a legfontosabb dolog az az, hogy alapesetben ugye a gyerekjogi egyezmény azt mondja ki, és ugye Magyarország is része ennek az egyezménynek, sőt ugye ez a belső jog része, hogy minden gyereknek joga volna ahhoz, hogy hát ő egy tisztességes és jó esélyt kapjon a felnövekedéshez. Magyarán azt szeretnénk, hogyha mérhető gazdasági és közpolitikai döntések volnának, amelyeknek a hatékonyságát, eredményességét, azt arra lehetne felhasználni, hogy ez a gyerekek, családok jólétét, de természetesen a közösség és a társadalom jólétét, és jól létét is szolgálna. Ugye ez magyarul egy elbetű különbség van, de nagyon gyakran fölcserélik ezt, holott ugye a jólét, ez az angol welfare szó, és a jól lét, az meg a well-being, ami azért nagyon mást jelent, mert nem feltétlenül van fedésben, sok közös van benne, de még sincs teljes fedésben. És a másik, hogy természetesen az nagyon fontos volna, hogy egy befogadó, inkluzív társadalomban éljenek ezek a gyerekek, ahol nem csak elérhetőek legyenek a szolgáltatások, hanem ezek magas színvonalúak is legyenek. És majd a közgazdasági résznél természetesen azt külön is hangsúlyoznunk kell, hogy annak, hogy magas színvonalú azért is van jelentősége, mert nyilvánvalóan mindannyian tudjuk azt, hogy nem mindegy, hogy valami elérhető, mint szolgáltatás elviekben, de valójában annak a minősége az nem szolgálja a gyerekek érdekeit. Ugye erre számtalan példát tudnánk nyilván mindenki mondani azonnal a saját praxisából, szakmai tapasztalatai alapján, hogy mi minden ártalom van abból, hogyha elméletileg ugyan valami rendelkezésre áll, de hát nem olyan, amilyen neki lennie kéne. Ami különösen fontos nyilvánvalóan ebben az esetben, és mi természetesen a kutatásban ugyan általános kérdéseket fogalmaztunk meg, de érzem a Eurochild fókusza miatt mi egy nagy európai kampányt folytatunk a deinstitucionalizáció, a gyerekek intézményből való kigondozása, illetve be nem engedése okán. Tehát nyilvánvalóan a legvételenebb, legkiszolgáltatottabb gyerekekre fókuszáltunk, de általánosságban is elmondható, hogy az rendkívül fontos, hogy a leginkább hátrányos helyzetben levő legvételenebb gyerekek és családok esetében a szolgáltatások elérhetők legyenek, ezek ne legyenek diszkriminatívak, és hogy azok a szakemberek, akik a gyerekekkel és a családokkal dolgoznak, azok nem csak tisztában legyenek az emberi és a gyereki jogok
fontosságával, hanem komolyan is vegyék ezt, aminek az egyik legfontosabb része, hogy partneri viszonyt alakítanak ki, még azokkal a klienseikkel is, akik első pillanatban nem látszanak olyan könnyűnek és együttműködőnek és elérhetőnek, hiszen az a dolgunk szakemberként, hogy ezeket az úgynevezett nehezen elérhető családokat és gyerekeket is meg tudjuk szólítani, és kíváncsiak legyünk a véleményükre. Azt szoktuk ugye mondani, hogy bármilyen kiváló pedagógus, orvos, szociális munkás vagy jogász valaki, a családok mindig sokkal többet fognak tudni a saját történetükről, mint mi, bármennyit is dolgozunk velük, mert hát értelemszerűen ez az ő életük és az ő történeteik. Tehát egyébként pedig közgazdasági értelemben is az a leghatékonyabb, ha az ő aktív közreműködésekre számítunk, és azt mondjuk, hogy a meglévő képességeikre építünk, és azokkal segítünk rá, nem pedig a hiányokra reflektálunk. Ez is egyébként a nagyon hasonlít az orvosi rehabilitációra. Ugye ott is azt szokták mondani, hát ha valakinek valami nagyon súlyos betegsége volt, és mondjuk elveszett az egyik lábát, akkor nem azon szomorkodnak együtt az orvosok és a gyógytornászok a beteggel, hogy milyen szomorú, hogy nincs az egyik lába, hanem hogy lehet a megmaradt funkciókat minél teljesebbé tenni, ugye? Ugyanez a gondolat fogalmazódik meg itt is. Nagyon fontos lenne, hogy elsőbséget élvezzenek a szülőket és a gyerekeket támogató szolgáltatások, ugye, hogyha ezt a gyerekek jogai szempontjából nézzük, és hogy a gyerekek családból való kiemelését mindenképpen előzze meg minden olyan gondoskodás és tevékenység, amelyik ezt elkerülhetővé teszi, természetesen hatékony forrásfelhasználással és nagyon magas színvonalú ellátások biztosításával. Ez mondom egy elvi és elméleti megközelítés. Most ennek az alapja ugye az ENSZ gyermekjogi egyezmény, amit ügyesen ő betűt sikerült a 8-as helyet odaírnom, tehát 1989, nagyon siettem, ben fogadott ugye el az ENSZ közgyűlése, és ezt 91-ben nagyon hamar egyébként a magyar parlament a magyar jog, belső jog részeként ugye ki is hirdette, és ez a 97-es gyerekvédelmi törvénynek is az abszolút alapja és a gondolkodásunknak az alapja, elméletleg a köznevelési törvényé is. Na most ebben ugye négy elvi dolog fogalmazódik meg, amin megint csak azt gondolom, nem csak ma este, nem csak egy órát, hanem hosszú napokat és heteket beszélgethetnénk, ez mondjuk egy fél éves egyetemi kurzus témája lehet, csak ennek a négy alapelvnek a végigbeszélése, mert rendkívül komplikált annak a pontos lefordítása magunk számára és megvitatása, hogy mit jelent az, hogy minden gyereknek joga van a fejlődéshez, a legjobb érdekei szerinti döntésekhez, ugye ez a legzehetnyésebb, ezzel van mindig a legtöbb vita, hogy mi a legjobb érdek. Ráadásul ugye a sajnos 91-ben, amikor a magyar törvény született, akkor még nem voltak a fordítók nagyon gyakorlottak a nemzetközi emberi jogi, gyerekjogi frazeológiában, és ezt rosszul fordították, ezt ugye a mindenek felett álló érdeknek fordították, és azóta sem sikerült egyetlen kormányon sem meggyőznünk arról, hogy ez minimális munkával járna, hogy ezt kijavítsák, mert így viszont a nagyon sokszor pedagógus, szociális munkás, bíró, ügyész beleszalad abba, hogy nem tud mit kezdeni ezzel a mindenek felett álló érdekkel, mert ugye a mindenek felett álló érdek azt jelenti, hogy mindenki más érdeke alárendelődik, de hát mi van például, ha több gyerekről beszélünk, ugye? Klasszikus példája ennek, amikor azon folyik a vita, hogy integráljuk-e a magatartási zavarral vagy fogyatékossággal élő gyereket egy osztályba, akkor melyik gyereknek a mindenek felett álló érdekét kell figyelme venni. Tehát azt gondolom, ez a best interests, ráadásul többes számban, ez a legjobb érdekei, ami azt jelenti, hogy mérlegelnünk kell, hogy mik ezek. De hát erről nagyon sok vita van, sok kötet vita, és hát rengeteg konferencia szól erről. Joguk van a gyerekeknek az erőszaktól mentes élethez, és megint egy olyan vitakérdés, ami Magyarországon is és máshol is érdekes vitákat vált ki, és nagy feszültségeket okoz. Minden őt érintő, a gyerekeket érintő kérdésben ki kell kérni a gyerekek véleményét, meg kell azt hallgatni, és lehetőség szerint figyelembe is kell venni. Nyilván ez elvileg jól hangzik, a gyakorlatban nem nagyon megy sok helyen, és nagyon sokan meg is kérdőjelezik ennek az érvényességét. Erről is izgalmas volna beszélgetni, mert hiszen itt nyilvánvalóan az a kérdés, hogyha egy gyerek azt tanulja meg egészen pici korától, hogy az, amit ő gondol, amit ő szeretne, amire vágyik, az fontos a felnőttnek, akkor így tanulja azt meg, hogy a felnőtt, vagy a másik gyerek, vagy a szomszéd
szempontja is nagyon fontosak, és neki is ezt figyelembe kell venni. Tehát tulajdonképpen szemben azzal a közkeletű vélekedéssel, hogy előbb a kötelességeit tanulja meg, és majd aztán a jogait, mi úgy gondoljuk, hogy előbb, ha a jogait megtanulja, abból automatikusan adódik, hogy a kötelességeit ismerni fogja, mert hiszen az ő jogai ott érnek véget, ahol a másik jogai kezdődnek. Persze vannak szerencsésen átfedések, és mindig azt nézzük, hogy hol vannak azok a közös részek, ahol ezeket az érdekütközéseket ugye el lehet kerülni, vagy legalábbis meg lehet oldani. Minden gyereknek joga van családban, lehetőség szerint a saját vérszerinti családjában felnőni, ez is valami, amit nagyon nehéz biztosítani ma a világban, de dolgozunk rajta. És végül egy nagyon fontos dolog, ami ennek az egész kutatásnak is alapgondolata volt, hogy ugye azt mondja ki az egyezmény, hogy természetesen a gyerekek nevelése, gondozása az elsődlegesen a család és a szülők feladata. De van egy második pont, ezt a kormányok nem szokták elolvasni. Ez úgy szól, hogy az államnak minden lehetséges módon segítenie kell a szülőt abban, hogy ennek a kötelezettségének eleget legyen, tudjon tenni. És ugye itt jön az a kérdés, amit az alapkérdésként az előző kettővel ezelőtti szlájdon ugye felvetettem, hogy pontosan mit is jelent ez, hogy az állam támogatja a szülőt mindenféle módon abban, hogy ő képes legyen megfelelni ennek a lehetőségeinek. Mi ez a hibáztatós magatartás, amikor úgy gondoljuk, hogy hát ha a szülő éretlen, ha rosszul döntött, ha nem elég jó szülő, ha nincs elég pénze, ha hajléktalan, na akkor elvegyük el tőle ezt a gyereket, illetve hogy mit szól a közösség ahhoz, ha a pénze egy része arra megy, hogy az egyébként nem megfelelőnek tűnő, vagy nem képes szülőt akarom megerősíteni, őt szolgálom azért, hogy a gyereke jó legyen, és hogy ő elég jó szülőért tudjon lenni ennek a gyereknek. Ugye ez azt gondolom az egyik nagy-nagy társadalompolitikai kérdés, amiről szerintem nagyon keveset és nem jól vitatkozunk, de jó lenne, hogyha sokkal többet beszélnénk. Én ehhez szeretnék szempontokat adni. Most a közgazdasági megközelítésnél ugye az egyik, ugye vannak nyilvánvaló szempontok, amiket érdemes felvetni. Egy Magyarországon is népszerű, dán szociológus, aki egyébként a Barcelonai Egyetemen tanít, az jutott eszembe, amikor ezt a múltkor elolvastam, hogy lehet, hogy az időjárás miatt tanít Barcelonában, de nem valószínű, hogy ezért ment oda, bár megérteném. Esping Andersen, aki nagyon, egy nagyon erős ilyen északi jóléti gondolkodással rendelkezik, és ezért nagyon sokat ír arról, hogy hogyan lehetne a társadalomban a biztonságot megteremteni, és a jóléti államot nem széttörni és visszafordítani, hanem megerősíteni. És ő is arról ír, hogy valamilyen módon a közösségnek sokkal többet kellene, és az államnak felelősséget vállalni abban, hogy biztosítsa a gyerekek esély kiegyenlítését. Megint csak azt mondom, nem csak gyerekjogi és emberbaráti szempontból, hanem azért, mert ez az eminens érdeke a közösségnek és a társadalomnak, és ő felsorol néhány szempontot, amik azt gondolom megegyeznek a logikus szempontokkal. Az egyik, hogy a gyerekszegénység a sajnálatos módon ugye generációsan öröklődik, ha nem segítünk és nem lépünk közbe, mert az teljesen egyértelmű, és Magyarországon ez különösen nagyon erőteljesen igaz, sajnos a leginkább Európában, hogy a szegény család gyereke, az maga is szegény felnőtt lesz, és átörökíti ezt, mert a család annyira meghatározza a szociális státuszt, amit az iskola, az óvoda és a közösség nem kompenzál, hanem hagyja, hogy ez a szegénység öröklődjön, és ennek ugye az a következménye, hogy ezek azok a gyerekek, akik nem azért lesznek csak szegények, mert a szüleik szegények voltak, hanem mert olyan helyen élnek, ahol vacakabbak a szolgáltatások, ahol nem jó, elég jó az iskola, túl zsúfolt az ovi, nincs közlekedés, nem tud külön órára járni, egyfelől, mert nincs külön óra, másfelől meg úgyse tudnák megfizetni. Olyan gyerekek, akik felnőnek úgy, hogy még soha nem lépték át a saját lakóhelyük határait, mondjuk egy falut, de Budapesten is számtalan olyan gyerek él, mondjuk Pest külső kerületeiben, aki életében még nem volt Budán, mert két buszjegy és villamosjegy megvásárlása, az meghaladná a szülők képességeit. Na most, hogy ennek mi a hatása arra, hogy egy gyerek mennyire lesz nyitott, mennyire érdeklődő, mennyire lát mást, azon kívül, mint ami a folyamatosan bekapcsolva elő televízión jön, ugye ez nyilvánvalóan meghatározza azt, hogy aztán ő mennyire lesz ambiciózus, hogy milyen esélyei vannak, hogy tovább tanuljon, hogy kitörjön a szegénységből. A másik ugye a demográfiai realitás, amivel ugyancsak számolnunk kell, teljesen egyértelmű, hogy minden ilyen vágyfantázia,
ugye, ami arról szól, hogy meggyőzzük a szülő, ugye, kampányokkal, és hát ennek sok évtizedes hagyománya van Magyarországon is, hogy most már azért muszáj lenne mindenkinek szülni, mert ugye elfogyunk, hogy ez így nem nagyon fog menni, tehát hogy ennek nem sok értelme van. Itt teljesen nyilvánvaló szerintem, és ezt minden kutatás egyébként alátámasztja, hogy az alapkérdés, amit felvetettem, az itt a legrelevánsabb. Tehát, hogy mit tudunk hosszú távú, biztonságos, kiszámítható szociálpolitikai, oktatás, egészségügyi ígérvényeket tenni társadalomként, kormányzatként a családoknak, hogyha te vállalkozol arra, hogy akár azért, mert kétségbe estél te is, hogy fogy a magyar, nem azért, mert feltétlenül vágyakoznál még egy második, harmadik gyerekre, de ez a gyerek megszületik, akkor mit tudunk annak érdekében tenni, hogy mi hozzájáruljunk ehhez megfelelő módon, mert hiszen nem csak arról van szó, hogy te szereted a gyerekeket, és szeretnéd, hogyha kis testvére lenne a Józsikának, hanem arról is szó van, hogy nekünk szükségünk van munkaerőre, szükségünk van arra, akit nyugdíj alapokat fizet be, és így tovább, és így tovább. Tehát itt azt gondolom nagyon releváns ez a kérdés, hogy na most akkor ki mit ad ebbe bele, hogyha tényleg komolyan gondoljuk. És akkor én nem akarnék most abba belemenni, mert nagyon pici az időm, és nagyon sok mindent szeretnék mondani, hogy ennek itt milyen csapdákba estünk bele az elmúlt 40 évben, aki itt él, az nagyjából ezeket tudja, de ez megint megérne, azt gondolom, egy hosszú-hosszú beszélgetést. Értelemszerűen a családok szegénységéből való egyik kitörésnek a módja az az, hogyha két kereső van a családban, nem csak egy, ez ugye alapvetően megváltoztatja az egész gyereknevelés gondozás, de akár az idős beteggondozás struktúráját, mert ha a női munkavállalást gondoljuk úgy, mint a kitörést a szegénységből, hiszen az plusz egy jövedelem, akkor viszont újabb szolgáltatásokat kell létrehoznunk azért, hogy a gyerekeket ne csak tároljuk addig valahol, amíg a szülők dolgoznak, hanem ott magas színvonalú jó ellátást kapjanak, de természetesen arra is figyelnünk kell, hogy mi lesz az idősekkel, mi lesz a betegekkel, és egyáltalán a háztartás, illetve a családi gazdálkodás az hogyan működik. Ez alapvetően meghatározza a családmodelleket, abszolút változó szerepeket, munkamegosztást hoz létre, ezek mind-mind olyasmik, amelyeket közgazdaságilag értelmeznünk kell, mert ennek mind költségvetési hatása van, mind azokat a kérdéseket veti fel, hogy mennyibe kerüljön egy-egy ilyen szolgáltatás, kinek járjon ingyen, kinek járjon pénzért, hogyan legyen elérhető, mit teszünk azért, hogy ezek mind költségvetési tételek, túl a elvi, ideológiai, politikai és társadalompolitikai vonatkozásokon. Tehát, hogy ezek mind forintosítható kérdések, mert ezekre, ha válaszokat adok, tehát azt mondom, hogy nekem preferenciám a női munkavállalás, miközben szeretnék több gyereket, ugye mondjuk, ami a jelenlegi magyar és európai vágyakozás, akkor mögé kell tennem egy nagyon jelentős szolgáltatási csomagot, és mögé kell tennem egy olyan szolgáltatási csomagot, amiben ráadásul azt tudom mondani, hogy ha az óvoda ugye az orrát húzza, ha én fél öt nem érek oda a gyerekemért, miközben mondjuk én 6 óráig dolgozom, ne adj Isten, atipikus munkarendben dolgozom, ne adj Isten, még ugye közlekednem is kell másfél órát, hát akkor melyik az a család, amelyik felelősen vállalkozni tud arra, ha nincs egyébként kizsákmányolható nagyszülő vagy szomszédnéni, aki ezt megteszi. El kéne azon is gondolkozni, hogy mondjuk egy 10 hetes iskolai szünet, egy 5 hetes ovis szünet, ami abszolút indokolt a pedagógus szempontjára, de kérdés, hogy a család szempontjából mit kezdjünk ezzel, mert amikor pedagógusként élvezzük ezt, mert megérdemeljük, és valóban halálosan kimerült mindenki, akkor ez teljesen rendben van. A kérdés az, hogy mit tehet az a szülő, akinek 2-3 hét szabadsága van, ha nem dolgozik azért, ítéljük el, ha nem gondoskodik a gyerekéről, és kulcsos gyerek lesz belőle, akkor azért ítéljük el. Tehát azért mondom, hogy itt vannak nagyon fontos elvi megfontolások, de ez mind pénzes megfontolás is. Tehát ez egy közgazdasági kérdés is, hogyan allokálom a meglévő erőforrásaimat. Képzések, élethosszig tartó tanulás pénzbe kerül, de nagyon fontos, mert egyébként nem lesz flexibilis használható munkaerőm, ugye ez. Esélyek biztosítása. És hát amit mond az Espen Andersen, ami nagyon fontos, hogy itt nem a pillanatnyi helyzet a legijesztőbb, hanem a hosszú távú hatások, hogy azok az egyenlőtlenségek és hiányok, azok megszilárdulnak, és beépülnek a társadalmi szövetbe, és nagyon nehezen változtathatók. Tehát azért kellene itt gondolkodnunk. És akkor egy teljesen másik közgazdasági megközelítés, nagyon gyorsan, majd ugye szóltok, amikor
abba kell hagynom. Én szoktam mondani, 24 órától kell beszélni megállás nélkül, de gondolom, hogy ez most nem aktuális. Úgyhogy a másik ilyen nagyon fontos megközelítés az ugye az én gurum, azt szoktam mondani, James Heckman, a Chicagói Egyetem professzor, aki Nobel-díjat kapott azért közgazdászként, mert meggyőzte az amerikai döntéshozókat sok évvel ezelőtt, de egyfolytában győzködi őket, hogy a legjobb befektetés a világon az az, hogyha a koragyerekkori ellátásokba érsz bölcsőde, óvoda, magas színvonalú, mindenki számára elérhető szolgáltatást nyújtunk, elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekek bevonásában, a többiek úgyis hozzáférnek, de nem csak a gyerekeknek segítünk, hanem a szülőkkel való együttműködésben vagyunk. Na most adatai neki se voltak, nekünk se voltak sajnos a kutatásban, pedig ő sokkal nagyobb, hát Spielerre, hogy ezt mondani szokták, mint mi vagyunk, de nagyon komoly becsléseket végzett, és az ő becslései azok abszolút közszájon forognak a világon, tehát aki valaha ezen a területen dolgozott, az kívülről fújja a Heckman féle modellt. A Heckman azt mondja, hogyha egy szövetségi dollárt, magyarán egy állami dollárt befektetünk a koragyerekkori magas színvonalú ellátásokba, tehát hatékony, magas színvonalú bölcsőde, óvoda, ott ugye koragyerekkori programként és a szülők támogatásába, akkor ez mikor felnőnek a gyerekek, addig a 16,5 dollárt hoz a társadalomnak. Nem csak a gyerekek lesznek jól és a családok, hanem azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy a gyerekek befejezik az iskolát, tovább tanulnak, sokkal kevesebb lesz a tinédzser terhesség, sokkal kevesebb lesz a függőség, sokkal kevesebb lesz a kriminális cselekmény, és sokkal jobb szülők lesznek, majd ezek a gyerekek sikeresebben elhelyezkednek, és adót fognak fizetni. Ugye ez egy becsléseken alapuló, de abszolút elfogadott dolog. Csak mondanám, hogy nagyon sok ország próbálta ezt megmodellezni. Azóta az írek legutóbb, ahol nagyon-nagyon erős a kampány, mert tradicionálisan nagyon gyenge az óvodai hálózat. Hát ugye Írország nagyon nagy léptekkel fejlődik. Az íreknek az jött ki, egy ennél szerényebb becsléssel, hogy minden egy euró befektetés, közösségi befektetés a koragyerekkori, tehát iskola előtti programokban az 7 eurót hoz az államnak, a közösségnek, ami azért azt gondolom még mindig 700%-os megtérülés, az elég jó. Ugye arra mi is már beraknánk valóban pénzünket, valaki ennyit ígérne, csak nehogy berakjátok, mert aztán nem kapjátok vissza. No, ez csak egy ilyen szerény szakmai javaslatról, de nem kell megfogadni. Na most, ugye a Heckman csinált egy, sajnos ez elnézést kell, ez egy nagyon arrogáns dolog, nem tudtam beleírni, úgyhogy nem tudtam olyat kimásolni, ami magyarul volt, de gondolom, hogy ez nem olyan nagyon komplikált. Tehát ugye ő azt mutatja be, hogy ez a megtérülés, és ő azt mondja, hogy a legelején, tehát már a várandós gondozásba, szülőfelkészítés, szülőtámogatásba befektetett pénz, az a legmagasabb megtérülés, és ahogy nő a gyerek, ugye itt van 0-3-4-5 éves iskola, és az iskola utáni szakmai munkafelkészítés, az egyre csökkenő hatékonyságú. Tehát, hogy itt az elején kéne nagyon sok pénzt befektetnünk jó minőségű univerzális szolgáltatásokba, és akkor itt már sokkal kevesebbre is van szükség, mert ugye azt szokták mondani, hogyha egy kisgyerek motivált, ugye ezt az agykutatások nagyon erősítik, ha érzelmileg stabil, ha motivált a tanulásra, akkor már rossz iskola se tudja őt elrontani, mert ő fog menni, mint a sinautó, és akar tanulni. És, tehát ez szerintem egy meglehetősen megrázó, de izgalmas dolog, úgyhogy ezt, hát azt gondolom, hogy ezt el lehet fogadni, mert persze lehet vitatni, csak akkor kéne mellé érveket tenni. Most hoztam egy ilyen nagyon egyszerű ábrát. Nem fogom elmesélni az összes kockát belőle, bár nagyon izgalmas. Ez azért nagyon érdekes, ami kutatásunk szempontjából, sajnos nem én csináltam, a Lancetből találtuk 1000 évvel ezelőtt, bár én csináltam volna. Ugye itt arról szól, hogy ha azt akarom elérni, hogy egy gyerek az iskolára, és korára elég érett legyen, és oda sikeresen beilleszkedjen, akkor körülbelül ennyi feltételnek kell teljesülni, ráadásul úgy, hogy ezek egymással is kapcsolatban vannak, erősítik vagy gyengítik egymást. Ugye itt a várandós gondozás, elkezdve a szociális ellátások, koragyerekkori ellátások, a legkülönfélébb egészségügyi hozzájárulások, és így tovább, és így tovább, és akkor ugye ez, hát mondjuk benne van a könyvtártól elkezdve egy csomó mindent, tehát egy csomó olyan szempontot, intézményt, hozzájárulást figyelembe vesz, ami azt mondja, hogy ez részben, bocsánat, átjövök ide, részben ugye személyes szinten, tehát a gyerek, a család,
és a közösség szempontjából hogyan érvényesül. Szerintem ez egy, így egy kicsit kuszának tűnik, de hogyha megnézitek, ez rendkívül egyszerű, mert teljesen világosan leírja, hogy mennyi minden egymást erősíti, vagy adott esetben gyengítő feltétel van. Tehát a számítás az azért is nagyon nehéz, mert ha ezeket külön ki is tudom számolgatni, nem tudom, mert senki nem ad ilyen költségvetési adatokat sajnos, de majd egyszer biztos lesz ilyen is, akkor se tudom ezeket az együttállásokat, vagy egymást akadályozó tényezőket jól figyelembe venni. Tehát ezért kell még sok-sok évig ezt a gyerekgazdaságtant kutatnunk. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az ábrát, mert nagyon sokat segít például abban, hogy amikor mondjuk egy döntéshozóval leül az ember, akár egy helyi települési dönt, hogy hogyan költsék el a pénzeket, és komolyan gondolnák, hogy a szempont, hogy mindenkinek jobb legyen, van ilyen, akkor ezeket a dolgokat végig lehet nézni, és végig lehet nézni, hogy mik a preferenciák, illetve hol vannak azok a hiátusok, amelyeknél, hogyha kicsit rápótolok, akkor a hatékonyság és az eredményesség megerősödik. És akkor, amikor mi először elkezdtünk gondolkozni ezen a gyerekgazdaságtan programon, az abban az időben volt, amikor az előző Európai Bizottsággal, ugye Andor László volt a foglalkoztatás ügyért és szociális ügyekért felelős európai biztos, és magabiztosan bementünk hozzá, és mondtuk neki, hogy szeretnénk, hogyha a gyerekjogok megjelennének az európai dokumentumokban, mert ezek korábban nem jelentek meg. Ugye az Európai Unió nem ratifikálhatta a gyerekjogi egyezményt, mert amikor ezt az ENSZ elfogadta 89-ben, akkor még csak országok ugye csatlakozhattak, ez régiók nem. A fogyatékos ügyi egyezménynél ezt megváltoztatta az ENSZ pont emiatt. És ugyan az EU nagyon sok dokumentumban deklarálja, hogy ő a gyerekjogi egyezmény alapján működik, hiszen minden tagország ratifikált az egyezmény, de mégse része az egyezmény az Európai Unió jogi rendszerének. De meg kell, hogy mondjam, nagyon sikeresen lobbiztunk, nem azért, mert ügyesen lobbiztunk, hanem mert nagyon meggyőzőek voltunk, remélem. És egy olyan ajánlás jött ki a 28 tagországnak, aminek az a címe, hogy befektetés a gyerekekbe, törjük meg a hátrányos helyzet ördögi körét, és ebben pontosan ezt a gyerekgazdaságtani gondolatot viszi végig a bizottság, illetve hát ez a foglalkoztatásügyi és szociális főigazgatóság, pontosan arra próbálja ösztönözni a tagországokat, hogy úgy használják fel az európai pénzalapokat, hogy a gyerekekbe való befektetés szempontja az jelenjen meg, és gondoljanak arra, hogy mindazok a egyébként EU-s célok, foglalkoztatás, gazdaság, élénkítés, és így tovább, azoknak az az alapja, hogy a gyerekek azok jól legyenek, mert ugye a gyerekek jól lét az azt jelenti, hogy a szülők is jól vannak. Mert ez foglalkoztatási kérdés, mert ez családtámogatási kérdés, és így tovább, és így tovább. És akkor 2014-ben mi rendeztünk Bukarestben egy európai konferenciát, aminek az volt a célja, hogy azt nézzük meg, hogy mennyit lehet tudni arról, hogy a költségvetésekben mennyire gyerekbarát, vagy gyerekjogos a költségvetés. Az volt a címe a konferenciának, hogy jobban elköltött költségvetési források, jobb eredményekért a gyerekek és családok számára. Abba szaladtunk ugyanis bele, hogy a legjobb szándékkal sem tud semmilyen ország nekünk igazi költségvetési adatokat mondani arról, mert nem így számolják a költségvetést, hogy a gyerekekre történő ráfordítások azok mennyik. Nincsen. Két pilot országunk volt ebben a gyerekgazdaságtani kutatásban, Málta és Románia, és nagyon ambiciózusan, és hát kicsit ugye ilyen sunyogva arra gondoltunk, hogy hát Málta az marha egyszerű lesz, mert 350 ezer ember van, hát azt ugye fejből tudják a pénzügyminisztériumban a számokat, és oda is fogják nekünk adni. Hát ebben egy hangyányit tévedtünk, és a Románia esetében pedig az volt a logikus, hogy ugye ott 30 éve más se hallottunk, mint hogy meg kell reformálni ugye a gyerekvédelmi rendszer, be kell zárni intézeteket, ez volt a EU-s csatlakozás feltétele. Tehát, hogy ők mindent tudnak kívülről. Nem pont így történt, de minden esetre elindult egy gondolkodás, és a Gyerekjogi Bizottságban, pedig az ENSZ-ben készítettünk egy úgynevezett átfogó kommentárt, ez nagyon misztikusan hangzik, de ez nem jelent semmi mást, mint hogy az egyes gyerekjogi szempontokhoz a bizottság tagjai szakértőkkel együtt kidolgoznak ilyen kommentárokat, amikben tulajdonképpen agyon magyarázzák azt a dolgot, amiről szeretnének többet
megtudatni a világgal. És az egyik ilyen 19-es számú átfogó kommentár, ez arról szólt, hogy a gyereki jogokat hogyan lehet érvényesíteni azzal, hogy a költségvetés figyelembe veszi ezeket. Tehát magyarán ugyanezt a közgazdasági gondolatot akartuk belevinni, és ez azt mondja, hogy minden államnak, ugye mert ez a 4-es cikkeje az egyezménynek, mindent meg kell tennie a saját gazdasági lehetőségeihez képest, hogy megfelelő erőforrásokat mobilizáljon, osszon el és használjon fel hatékonyan és eredményesen, annak érdekében, hogy a jogszabályoknak, szakpolitikáknak, programoknak és a költségvetésnek minél teljesebb mértékben feleljenek meg a gyerekjogi elvárások. Na most ez egy nagyon komplikált hangzik, de magyarán szólva arról van szó, hogy tessék úgy elkölteni a pénzt, hogy az bizonyíthatóan szolgálja a gyerekek jólétét és a, hát azért a jogainak az érvényesülését. És akkor, tehát ezt nem fogom most újra elmondani, itt nagyjából azt ugye akartuk mondani, hogy ebben a gyerekgazdaságtani gondolkodásban azt akartuk megmutatni, hogy a társadalmi gazdasági hasznossága a gyerekekbe való befektetésnek az hogyan érvényesülhet, és ez egy elég komplikált koncepció, de a logikája az mégiscsak egyszerű. Itt az összes szempontot figyelembe kívántuk venni, és újra és újra mondanám, hogy nagyon fontos, hogy a minőségi szempontokat is kvantifikáljuk, ne csak a közvetlen pénzbeli vonatkozásokat. És ebben nagyon érdekes viták voltak, tehát azt gondolom mi is, hogyha itt időnk volna, akkor nagyon izgalmas pontokig jutnánk el, például ilyenekben, hogy hát ugye az oktatás, egészségügy, szociális ellátás nem kérdés. De például az a kérdés, hogy ide számít-e az, hogyha utat építek azért, hogy egy adott településre a gyerekek mondjuk közúton busszal elérhessék az iskolát. Ugye, mert ez egy releváns kérdés. Vagy az a kérdés, ami ma Magyarországon abszolút releváns, hogy akkor kell kórház minden kis településre, vagy nem kell kórház. Ugye, tehát hogy ezeket végig kell gondolni, és végig is kell számolni egyébként, mert szerintem. És akkor persze az is az érdekes, hogy mondjuk ha én az utat és a busz beleszámolom, akkor milyen részét számolom be a gyerekeknek, és milyen részét számolom be a foglalkoztatásba, miért a szabadidő eltöltésbe, és így tovább. Tehát, hogy ugye ez nem jól hangzik, de nem egyszerű kiszámolni. És akkor csináltunk egy ilyen egyszerű ábrát, hogy mindenki értse, miről beszélünk. Ugye itt indul a beruházás, azt mondom, hogy a szolgáltatásoknak mi 5 csomagját állapítottuk meg. Újra mondanám, ez az alternatív ellátás, tehát magyarán a gyerekvédelmi szakellátás, az azért került bele, mert a Eurochildnak ez volt a fókusza, illetve a finanszírozó alapítványnak ez fontos szempontja volt, de ez vállalható, és nagyon boldogok vagyunk, hogy így csináltuk, de nem feltétlen, ugye sokan megkérdezték, hogy miért pont az állami gondoskodást. Tehát azt mondjuk, hogy először megnézzük a megelőző univerzális szolgáltatásokat, tehát ami mindenkinek jár, hogy ott érdemes-e erősíteni például az univerzalitást és az ingyenességet, vagy jövedelem arányosan érdemes már ott is, akár a várandós ellátást, a szülést, bölcsődét, óvodát, egyéb szolgáltatásokat pénzessé tenni, mi szól mellette, mi szól ellene, és hogyan tudok minőséget biztosítani. Például, hogy a kis településen élők, a nagyon hátrányos helyzetű településen élő is hozzájuthasson ezekhez az ellátásokhoz, mert hiszen nyilvánvaló. A következő az az volt, hogy vannak speciálisabb szolgáltatások, ami nem minden gyereknek szükséges, de amelyek persze ugyanúgy fontos, hogy legyenek, de nyilvánvalóan az az elvi megközelítés, hogyha nagyon jók a megelőző és univerzális alapszolgáltatásaim, akkor nem kell olyan nagyon sok speciális, pláne nem nagyon speciális ellátás, hiszen ezek egyre drágábbak. Ha megnézem az alapellátást, ott azt lehet látni, hogy ott nagyon sok pénzt elköltök, de ha ezt visszavetítem egy főre, akkor az minimális, ugye? Mert ha a megelőzésben meg az alapellátásban rakok, akkor ugyan mindenkit elérek, de az egy főre jutó költség nem olyan nagyon magas. Minél speciálisabb vagy célzottabb egy ellátás, minél komplexebb, nyilvánvalóan annál drágább, mert annál magasabb szakértelmet, eszközt, és így tovább. És hát amit mondunk, hogy természetesen a szakellátás a gyerekek családból kiemelése az a legdrágább és a legkevésbé hatékony, mert ott egy nagyon drága ellátórendszert tartok el úgy, hogy közben ugyanezeket biztosítanom kell annak a családnak, vagy annak az intézménynek és a gyereknek is, de közben a családtól megfosztom ugye a gyerekeket. És akkor mindezekhez persze indikátorokat készítettünk, ezekről nem fogok most megígérem egy szót se ejteni. Viszont a kimenetnél érdekes ez, mert ugye az általában a gondolkodás az, hogy mindez hogy szolgálja a gyerekek
jólétét és jóllétét. Mi meg azt mondtuk, hogy mi szeretnénk mérni, hogy a gyerek, a család és a közösség hogyan profitál abból, hogyha a gyerekek és a családok jól vannak. És szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, mert nagyon gyakran az a feszültség keletkezik, hogy úgy tűnik, hogy a nem érdemes családot azt nem szabad támogatni. És nagyon kevéssé merül az föl, hogy ezzel nem csak a családot, hanem a gyereket is büntetem, ráadásul, hogy nagyon nem hatékony ez. Mert hogyha kiemelem a gyereket a családjából, megfosztom a családjától, akkor biztos, hogy ő akkor is hiányokkal fog küzdeni, ha egyébként a legjobb ellátást nyújtom neki, ami egyébként nem nagyon gyakori, hogy a legjobb ellátást tudnám nyújtani. És az az érzelmi deficit, amivel ő küzdik, és az a hiány, az is kvantifikálható, mert az aztán az ő egészségi állapotában, mentális állapotában, teljesítményében sokszorosan mutatja magát. És akkor ugye fölmerül az a kérdés, hogy egyenlően kell elosztani a javakat, és itt ugye ez a nagyon jól ismert ábra az, ami minket azt gondolom egy kicsit tud orientálni, hogyha én egyenlőséget hirdetek, az azt jelenti, hogy bármekkora vagyok, bármilyen kapacitású, bármilyen képességű, ugyanolyan pódiumot vagy könyvtámaszokat kapok ebben a jópofa esetben, de az azt jelenti, hogy ha a gyerekek szeretnének mondjuk valami sporteseményt nézni, akkor a nagyok jól jártak, de a kicsi ezzel az egyenlőséggel egyáltalán nem járt jól, mert ő ugye nem éri föl sajnos a kerítés tetejét. Ezzel szemben, ha jogosultságokat méltányossági alapon döntöm el, és a szükségletek oldalán, akkor értelemszerűen azonosabb hozzáférést nyújtok. Ez megint egy olyan kérdés, amiben nagyon komoly társadalmi vitákra volna szükség. Kinek, hogyan, milyen mértékben, és miért gondolom azt, hogy az én adómból, az én megtermelt javaimból, az én nekem járó közösből, kivendőből helyett támogassam azokat, akik gyengébbek, elesettebbek, rászorultabbak, szedjék össze magukat, álljanak föl, menjenek, csinálják. Ha nem képesek, akkor vesszenek. Ugye ez azt gondolom egy alapkérdés, amit társadalmi szinten végig kéne gondolnunk, mit szeretnénk, milyen társadalomban szeretnénk élni, jó-e olyan helyen élni, ahol én jól vagyok, de nagyon sokan körülöttem rettenetes helyzetben vannak, és az a nagyszerű érzésem lehet, hogy én milyen nagyszerű vagyok, nem csak jól vagyok, de hát őhozzájuk képest meg százszorosan jól vagyok. Hát ez ugye nagyon sokféle kérdést vet föl. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit ilyen szakpolitikai üzenetnek megfogalmaztunk, a kutatás első fázisát lezártuk most, és most fogjuk publikálni a tanulmányt. Abban 5 ilyen üzenetet fogalmaztunk meg. Az egyik, hogy a gyerekek és a családok túl fontosak ahhoz, hogy a politika határozza meg a velük kapcsolatos szakpolitikákat. Ez ugyan tudom, hogy egy kicsit abszurdan hangzik, de mégiscsak így van, mert hiszen ha politikai szempontok és ideológiai kérdések határozzák meg, nem pedig az a kérdés, hogy mindannyian jól járunk-e, hogy nagyon kevéssé tudományosan fogalmazzam, az nagy baj, mert annak rettenetes következményei vannak, és ezt mindenki mindenhol érzékelheti a világban. Az egyik, a másik dolog, ami megrendítő volt, akár a pilot országokban, de általánosan is, amikor tanulmányokat, kutatásokat kerestünk, hogy mennyire kis léptékű, partikuláris kutatások vannak csak. Tehát, hogy a legtöbb országban nem mérik, nem nézik, nem elemzik, hogyha bevezetnek mondjuk egy új intézkedést, hogy annak milyen várható hatásai vannak, milyen költség és minden nyereség hatásai vannak. Ugye ezt számtalan példát tudunk erre mondani. Én csak egyetlen példát mondok, tudom, hogy ez nem mindenkinek nyeri el a rokon szemét, de mégis, hogy Magyarországon 67-ben vezették be a GYES-t, soha egyetlen egy hatástanulmány az elmúlt több mint 50 évben nem készült arról, hogy ennek mi a hatása a gyerekfejlődésre, kora gyerekkori fejlődésre. Jó ez, nem jó, ez abszolút hiedelmen alapul, de nem lehet hozzányúlni, mert olyan erős a politikai pusztító ereje, hogyha ugye tudjuk, hogy volt ilyen törekvés, akár a GYES, akár a GYER lerövidítése, megváltoztatása. Csak mondanám, hogy például Csehországban 4 éves a GYES, azzal a nagyon nagy különbséggel, hogyha vissza akar valaki menni dolgozni, akkor 1 év alatt is használhatja a 4 évi GYES összegét. Ami egy egészen más szakpolitikai gondolkodás, ez azt jelenti, hogy nem veszít, ha visszamegy, de ösztönzöm arra, hogy visszamenjen, ugye? Most az egy másik kérdés, hogy van-e hova visszamenni, és így tovább, ezek további kérdések,
De én itt például a gyerekkel kapcsolatban is azt gondolom, mint ahogy számtalan más kötelező óvodáztatás, háromjas óvodáztatás, mindenki el volt ájul, vagy ez milyen nagyszerű, kivéve a szakembereket persze, és sok érintett családot. A teljesen világos, például a Kertesi Gáborék közgazdasági szemlében egy nagyon érdekes kutatást csináltak, publikáltak arról, hogy milyen volt az eloszlása azoknak a három éveseknek, akik korábban nem jártak óviba, de ennek hatására bekerültek, és ott milyen volt az óvodai ellátottság. Hát ez katasztrófa, ha arra a térképre ránéztek, az borzasztó. Mert az azt jelenti, hogy a legtöbb kisgyerek volt, aki nem járt óvodába, nyilván azért, mert vagy munkanélküli a szülő, vagy mert nem volt igazi szándék arra, hogy három éves korban menjen, minek menjen, úgyis otthon vannak. Ott voltak a legzsúfoltabbak és a legrosszabbul felszereltek az óvodák. És egy ilyen intézkedés bevezetésénél, ha nem számolok előre, ha nem tisztázom, hogy mit várok ettől az intézkedéstől, mi lesz a vége, és nem mérem folyamatosan, hát akkor annak semmi értelme. Illetve hát van értelme, rettenetes dolgok következnek belőle. A harmadik, hogy hát nagyon jó lenne hiteles, jó minőségű adatokkal rendelkezni. Ezt tudom, hogy ez minden kutató álma, de ez nem egy ilyen vágyakozás, hogy vágyunk a jó adatra. Hát ha nincs jó adat, akkor nem lehet semmit mondani. Hát, hogyha nem tudok számolni, ha nincs költségvetési adatom, ha fogalmam nincs arról, hogy ki, miért, hogyan határozott, és amellé, amit rendelt, például pénzeszközöket, vagy egyéb kapacitást, azt miért csinálta, hát akkor ugye esélytelen mérni ennek a hatékonyságát. A másik, hogy nem csak, hogy lehet, hanem szükséges is volna ezt a fajta közgazdasági szemléletet is behozni, miközben, én azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ennek az egész gyakorlatnak nem az a célja, hogy azt bizonyítsuk be, hogy mindentől függetlenül a pénz uralja el a helyzetet, és azonnal fontos, hogy csak számoljunk, hanem azt mondjuk, hogy a gyerekjogi szempontokat, a társadalompolitikai szempontokat, a közösségi szempontokat ötvöznünk kéne egy jó értelmevet közgazdasági gondolkodással és méréssel, értékeléssel, mert ha ezt nem csináljuk, akkor az előzőeket se tudjuk érvényesíteni. És hát nem utolsó sorban, ugye az, amit mindenki tud, és mégsem történik meg szinte egyetlen országban se, hogy a gyerekek azok nem azt szerint fejlődnek, hogy milyen ágazatnak mennyi erőforrása van. Tehát, hogy az egy képtelen dolog, hogy ilyen silószerűen felosztják ugye a költségvetést, és azt tudjuk, hogy a minisztériumok, az ágazatok azok hát egymást is képesek ugye egy kanál vízbe megfojtani, hogy 3 forinttal több legyen az ő büdzséjébe, és ki nem enged onnan semmi pénzt. Miközben az teljesen nyilvánvaló, hogy akár a gyerekek, akár a felnőttek szükségletei, azok ennél komplexebb módon keletkeznek. Tehát ugye évtizedek óta sírunk, zokogunk, kiabálunk, prüszkölünk, hogy a gyerekkel, illetve a klienssel menjen a pénz. Tehát ne az határozza meg, hogy van-e még, ugye amiről most a sajtó ír, hogy ugye nem lehet, nem tudom, idén megoperálni azt, aki egyébként már mindjárt halálán van, mert elfogyott idénre már a TB kapacitás, hanem a januárban, ha megéri, akkor ő lesz az első. Na most ugye ez pontosan erről a történetről szól, csak a gyerekek esetében is azt mondjuk, hogyha az egészségügy, szociális ügy, oktatásügy az nem ilyen rubrikák szerint menne, hanem világosan lehetne látni, hogy a szükségletekhez képest rugalmasan tud alkalmazkodni költségvetés, de nem úgy, persze, hogy rátanulnak, ahogy az önkormányzatok is szokták, hogy ugye én ezt szoktam mindig mondani, hogy amikor a újságírók kérdezik, hogy hát hogy lehet, hogy az egyik évben ennyi a veszélyeztetett gyerekkel, 5 év van meg annyi, attól függ, ha arra lehet pénzt kapni, hogy sok a veszélyeztetett gyerek, akkor meg fog nőni a számuk. Ha stigmatizálja és a politikának rosszat tesz, akkor le fog csökkenni. Hát ez nem egy nagy kunsz, hát az, a papír mindent elbír, hogy most ennyi veszélyeztetett gyerek volt, hogy annyi, hát Istenem, egyik éve 130 ezer van, másik ilyen 80 ezer. De nem azért, mert hirtelen megjavult az ellátórendszer, hanem mert valami más szempont jött be, a normatívát növelték, vagy csökkentették, vagy azt mondták a polgármestereknek, hogy hát ez tűrhetetlen, hogy ennyi veszélyeztetett gyerek. Igen? Hát a jövőre nem lesz annyi, semmi probléma. Na most ugye ez viszont rettenetes, mert ez tervezhetetlenné, stratégiailag megoldhatatlanná teszi a dolgokat, és abszolút elviszi ugye a gondolkodást attól az alapfeladattól, amivel dolgoznunk kellene. Úgyhogy nagyjából ennyit akartam volna elmondani, és persze nagyon szeretném, hogyha volna idő beszélgetni, ellentmondások, kérdések, támogató javaslatok, fantasztikus történetek. Köszönöm szépen a figyelmet!